Az év első hetében csak nem 162 ezeren a orvoshoz, akut léguti fertőzéssel Magyarországon. Közülük 19 embernél a klinikai tünetek alapján influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. Olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalán. A számok azt mutatják, hogy az akut léguti megbetegedések 20%-kal, az influenza-szerű megbetegedések pedig 50%-kal emelkedtek az év utolsó hetében mérthez képest, ami azt jelenti, hogy elkezdődött az influenza járványos terjedése, napjainkban pedig tetőzik. 2023 első hetében a legtöbb beteg Györmoson-Sopron és Békés Vármegyében volt a Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi heti jelentése szerint. A higiéniára kell odafigyelni, valamint a gyümölcsfogyasztásra. Én a citromot szoktam, cukrosan, karikára. Én ezzel vagyok el, és egy gyógyszert nem szeretek szedni, hogyha nem muszáj. Az elmúlt hetekben drasztikusan emelkedik a légúti betegeknek a száma. Drasztikusan emelkedik a légúti betegeknek a száma, fogalmazott Sós Éldikó, A házi orvos kiemelte, főleg a fiatal felnőttek keresik fel őket, az idősebb korosztálya kevésbé találkoznak. Ez annak köszönhető, hogy ők nagyobb arányban vannak beoltva. A keresőképes korosztályból elég jelentős számmal. Ezt időnként ezt is tudjuk igazolni, tehát van orrtesztünk, amivel ki tudjuk mutatni a nagyon gyanús eseteket, és általában be is igazolódik a gyanúk. Sósérdikó elmondta, az influenzások magas lázzal, rossz eleset általános állapotban érkeznek hozzájuk. A légúti tünetek általában jellemzően csak néhány nap múlva jelentkeznek, szárazköhögés, orfolyás, tüszögés formájában. A COVID nagyon sok mindenre megtanított minket, hogy hogy lehet a légúti vírusok ellen védekezni. Maszkviselés, gyakori kézmosás, és nyilván, hogyha valaki beteg, akkor maradjon otthon. Ez a legfontosabb. És ne menjen dolgozni, nem menjen iskolába, nem menjen közösségbe. A megelőző oltás fontos az időseknek, a krónikus betegeknek, kismamáknak. Sós kiemelte, C és D vitamin ajánlja a téli időszakban. Békés vármegye az ország egyik olyan térsége, ahol jelenleg a leggyorsabban terjed az influenza. Az év harmadik hetében 185.400-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Közülük 23.800 embernél influenza megbetegedést diagnosztizáltak utóbbiak közül a betegek 35%-a gyerek, 31,1%-a 15-34 éves volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 23,1%-a, 10,8%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A Békés megyei központi kórház takkórházaiban január 30-ától hétfőtől visszavonásig az influenza járványra való tekintettel teljes körül látogatási tilalmat rendeltek el.